Már hamarosan megyünk le a kagybától, összepakoltunk, még várjuk, hogy Katinéni elmosogasson, addig kicsit nézzünk körül. Itt aludtunk mi, jó kis kandalló, ágyak, olajlámpás, gyertyák, ezt használtuk áram helyett. Az ágyakon kényelmesen két személy is elfér. Itt hátul a fák mellett van a budi. Ott hátul a nagy fenyőfák alatt ott a forrás. Egy kis kilátás. A ház mögött itt van egy ebédlő, de ezt mi nem néztük meg, mert hideg van, ne kelljen külön fűteni. Bea már készen van, hogy induljunk. Itt a nyári konyha. Itt a Kati néni még mosogat. Megint kezded. Megnézzük a konyhát, ha beenged a Kati néni. A házukat jól kirázott, ha megint a feltűzőt, most már Zági lehet pihen, rakni benne, jó neki. Itt aludt Tinka és Kati néni. Ez van. Parázsról tudsz-e valamit neki, hogy telt? Jó kis öntött vas, kályha. Megnézzük Beát. Bea, milyen volt itt lakni két napig, úgyhogy nem volt itt se víz, se áram, se gáz? Nem mondom azt, hogy most rossz volt, mert hogy civilizációból feljöttünk ide a helytetőre, de nagyon jó volt. Én már éltem így, hogy nem volt áram, de vízünk volt, mert van hó, és van kút is. De nagyon jó volt hóban mosakodni reggelenként. És kibírnád hosszabb távon ilyen helyen lakni? Persze kibírnám. Sőt, sok mindent is tanulhatnék, hogyha itt maradnék. Köszönöm.